Együtt énekelnek gyermekeikkel a bátaszéki édesanyák. Ez is erősíti az anya-gyerek közötti érzelmi kapcsolatot, de meg sem közelíti azt a hatást, amit szoptatással lehet elérni a gyermek testi-lelki egészségére. Sőt, még az édesanyák jólétére is kihat, mivel felmérések szerint csökkenti az emlő és a petefészekrák, továbbá a magas vérnyomás kialakulásának veszélyét. A bátaszéki anyukák azt mondják, nem volt kérdés számukra, hogy szoptatni fogják gyermekeiket. Ezt mondja a gyermeke születése előtt védőnőként dolgozó Bótáné Gergics Inez is. A legjobb táplálék egy babának, legegészségesebb, nem, meg a maga a testkap közelség, a kontaktus, ami nagyon fontos az anya-gyermek kapcsolat miatt, úgyhogy nagyon jó dolognak tartom. A településen az édesanyák nagy része szoptatja gyermekét, tapasztalják a védőnők. Az anyáknak a háromnegyed része próbálkozik vele, sajnos van, akinek ugye nem jön össze, különböző okok miatt, de a többségük igen szeretné szoptatni a babáját. Bátaszéken már hagyomány, hogy minden évben egy rendezvény keretében köszönti a város az előző évben született gyermekeket. Idén 66 kicsi és édesanyjuk kapott az ünnepségre meghívást. Az anyateljes nap célja az is, hogy felhívják a figyelmet a szoptatás jótékony hatására. Az anyateljes táplálás ugyanis 10%-kal csökkenti a túlsúly és az elhízás veszélyét. Továbbá szoptatással akár a felére csökkenthető az olyan gyakori gyermekkori betegségek kockázata, mint a hasmenés vagy a különböző légúti fertőzések. Továbbá a szoptatás növeli az intelligenciát.